Ingyenes és komplex egészségügyi szűrést tartott a Magyar Afrika Társaság mentőszolgálata Polgárdiban az Egészség és Sportnap programjai között. A szervezet célja minden évben az, hogy azokon a településeken, ahol a lakosság hátrányos helyzetéből adódóan nehezen jut el hasonló szűrővizsgálatokra, itt ingyenesen elérje azokat. Az eredményeket pedig haza is lehet vinni. A belgyógyászati vizsgálatokat folytatunk, kardiológia, minimális laborvizsgálat, vércukor, koleszterin, testtömegindexet néztünk, tanácsadás, EKG-t, és természetesen mellette nagyon sok beszélgetés. Gáspár Attila, a Magyar Afrika Társaság mentőszolgálatának koordinátora szerint a szűrővizsgálatok elsősorban a betegség megelőzés miatt fontosak. A Polgárdi Széchenyi István általános iskolában az EKG vizsgálatra különösen nagy volt az igény a helyiek részéről. Volt rengeteg, akinek magas vérnyomásos problémája volt, volt, akinek szívetetetű problémákat szűrtünk ki, cukor problémákat szűrtünk ki, reumatikus problémákat, és volt, akivel csak beszélgetni kellett sokat, hisz ez néhányzott neki a legjobban. Az udvart egy mammográfiás szűrőkamion foglalta el, a tornacsarnokban pedig egész nap funkcionális pilates és aerobik edzések folytak. Az egészséges táplálkozás jegyében ingyenes zöldség és gyümölcsalát a kóstolón vehettek részt az érdeklődők. A rendezvényen közel 200 ember vett részt a szűréseken. Az AHU mentőszolgálata a jövőben szeretné kibővíteni a mentőszolgálat tevékenységét, hiszen a szűrővizsgálatok sikere bizonyítja, nagy rá az igény.